Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Prima Primissima, 17. alkalommal adták át az elismeréseket. Élelmiszerrel segítik a rászorulókat, 2 tonna lisztet osz szét a Máltai Szeretetszolgálat bonyhádi csoportja. Székely est Szekszárdon, a népcsoport kulturális értékeit mutatták meg a résztvevők. Különleges vasútmodell, 60 méter hosszú és évekig készült a Siógárdon bemutatott terepasztal. A Prima Primissima díja legkiemelkedőbbek elismerésére szolgál országosan és Tolna megyében egyaránt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kezdeményezésére létrejött elismerést 17. alkalommal adták át. Elismerni kiváló vállalkozásokat, tudományunkat, kultúránkat, identitásunkat erősítő, őrző, különböző művészetek képviselőit, tágabb értelemben a tanítók, a sportolók és még sorolhatnám, közösségét, illetve egyéni képviselőit. Megnyitó beszédében Gesztesi Béla, a VOSZ ügyvezető igazgatója arról beszélt, az érdekvédelmi és szolgáltató tevékenység mellett egyfajta misszióként alapítása óta szervezi az értékek elismerésére szolgáló gálát a szervezet, melyet céljuk szerint példákat kívánnak állítani. Az idei esztendőben a díjazottak között a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Szabadi Mihály, a Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában Lukácsi Pál és a Magyar Sport kategóriában Jankóciné Kiszli Vanda vehette át az elismerést. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó díjjal Süli János országgyűlési képviselő tevékenységét honorálták. Valószínű, így szocializálódtunk már gyerekkoromban. Nekem édesapám az tanárigazgató helyett, és utána tanácselnök volt, aztán tulajdonképpen ott látta az ember, hogy mindig jött valaki, hogy segítsen, intézze ügyet, olvassa már egy levelet, vagy akkor válaszolja meg, azt így bele csöppent az ember. Tehát természetes eleme volt. A közönségdíját a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar vehette át. Évről évre egyre komolyabb szintet tud elérni a fúvószenekar, bizonyítja is ez azt, hogy évről évre nagyobb koncerteket tudunk rendezni, komolyabb darabokat tanulunk meg. Most idén voltunk Valenciában egy nemzetközi versenyen, ahol szerintem nagyon szépen teljesítettünk, és én úgy gondolom, hogy ezt a szintet szeretném továbbra is megtartani, illetve építeni rá. A díjátadón az is elhangzott, a vállalkozások adják Magyarországon a foglalkoztatás alapját. A VOSZ ott van az érdekegyeztetésben. A kormány folyamatosan tájékoztat is minket, és mi is folyamatosan bombázzuk a kormányt a saját gondolatainkkal, és ennek azért egy jó része be is futott. Tehát azért, amikor az van, hogy a kormány ezt a segítséget, azt a segítséget adja, azért ott 90%-ban az van, hogy a VOSZ mögötte volt, és segítette a döntésben a kormányt. Fajszi Lajos, a VOSZ-Tolna megyei elnöke arról beszélt, a jelen helyzetben a legfontosabb, hogy a vállalkozások az összefogás erejével tudják kiharcolni azokat a minimális segítségeket, amelyekkel túl lehet élni a mostani egyre nehezedő időszakot. Új helyszínre költözött a szociális osztály Szekszárdon. A Megyei Jogú Város szervezeti egysége a Vörösmarty utca 5 szám alatti épületben végezte feladatait. A 9 fővel működő részleg tavaly közel 9000 ügyet bonyolított le. A legtöbben nehéz anyagi helyzetük miatt keresik fel az osztály munkatársait, de sok feladatot ad a gyermekek rászorultsága és a települési gyógyszertámogatással kapcsolatos ügyintézés. A szociális osztály 2022. november 21-től a Bezerédi utca 2-es szám alatt lesz elérhető. Egy cipős doboznyi szeretet elnevezéssel idén is megszervezik karácsonyi ajándékgyűjtését a Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény az előző évek gyakorlatához hűen idén is a Humánszolgáltató Központ által pártfogolt gyermekekhez juttatja majd el az összegyűjtött ajándékcsomagokat. A dobozba tehetnek játékot, iskolai eszközöket, édességet, könyvet, higiéniai eszközöket vagy bármi mást, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatnak a gyerekek
gyerek arcára. Kérik, hogy tüntessék fel a gyermek nemét és életkorát, akit meg szeretnének ajándékozni. Kitérnek rá, hogy a dobozba ne tegyenek romlandó ételt, gyümölcsöt, gyógyszert és törékeny tárgyat sem. Az ajándékcsomagokat december 14-éig hétköznap 9 és 18 óra között lehet leadni személyesen a Babits Mihály Kulturális Központ információs szolgálatánál. 2 tonna lisztadománnyal segíti a rászorulókat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja. A sütőipari alapanyagot Tolna megyei gazdák által felajánlott búzából őrölték. A felajánlásoknak köszönhetően több száz család jut így tartós élelmiszerhez. Bonyhád polgármestere és a Máltai Szeretetszolgálat helyi önkéntesei adták át a lisztadományokat az érkezőknek. A jótékonysági szervezet összesen 2 tonna ilyen élelmiszerrel segítheti a völgységi településen élő rászorulókat. Lakosság számhoz igazítva és az igazságosságra törekedve osztottuk szét a járás községeiben, településein 24 helyen már szétosztottuk a polgármesterek segítségével a lisztet, most pedig a sor végén van Bonyhád. A Máltaiak Bonyhádi csoportjának 12 tagja van, de a segítőikkel együtt közel 100-an jótékonykodnak folyamatosan egész évben élelmiszert és ruhát adományozva. Ezzel mintegy 1500 környéken élőt segítenek. Maga a gyűjtés az folyamatos, és így a kiadás is folyamatos. Mi, amikor nincs mondjuk járványügyi korlátozás, akkor heti egy alkalommal minden szerda délután 2-től 4-ig várjuk a rászorulókat. Folyamatosan jönnek a rászorulók, ez is öröm, illetve hát, hogy rászorulók, az nem, de az öröm számunkra, hogy bizalommal fordulnak hozzánk. Ezek a felvételek idén szeptember végén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által irányított Magyarok Kenyere program Tolna megyei adományozó ünnepségén készültek. A kezdeményezés lényege, hogy mezőgazdasági őstermelők gabonafelajánlásokkal segítenek jótékonysági szervezeteket. A Tolna megyei gazdák ezúttal nagyjából 10 tonna búzát adtak így össze, amiből 7,5 tonna lisztet őröltek. Azt pedig a Tolna megyében működő 3 máltai csoport kapta meg. Az idei évben, annak ellenére, hogy ilyen aszályos időjárás volt, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a Tolna megyei gazdálkodókra, mert több búza gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Ez 10,3 tonna lett, a 4 gyűjtőponton ennyi gabonát adtak össze a gazdálkodók. A bonyhádi máltaiak idén még terveznek hasonló adakozást, mint a mostani volt. Legközelebb a karácsony előtti időszakban segítik, felajánlásként kapott liszttel a rászorulókat. Pályaorientációs délelőtt keretében voltak látogatói a szekszárdi rendőrkapitányságnak a napokban. Mórágy tanulói vendégeskedtek a megyeszékhelyen. A gyerekeket a városi rendőrkapitány Marcsek Sándor rendőrezredes köszöntötte, melyet követően a diákok betekinthettek az egyenruhások mindennapjaiba. A tanulóknak bűnügyi technikusok mutatták be munkájukat. Megnézhették a nyomrögzítés folyamatát, valamint azt, hogyan lehet a tenyérről és az újakról is lenyomatot készíteni. Ezt követően megismerhették az egyenruhások felszereléseit, és fel is próbálhatták azokat. A vendégek beülhettek egy igazi rendőrautóba is. A diákok a délelőtt végén számos élménnyel távoztak a rendőrségről. Dalok, mesék és történetek színesítették azt az estet, melyet a Bukovinai Székelyek szekszárdi szervezete állított össze. A program keretében a hallgatók találkozhattak őseik mindennapjainak nehézségeivel, Gáspár Klára írónő könyvei segítségével. A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének kórusa is bemutatkozott a 4 csoport kulturális estjén, melyen többek között az énekszó mellett meséket hallgathattak az érdeklődők. Zsiko Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke a találkozó kapcsán arról szólt, minden népcsoport számára fontos, hogy időről időre találkozzon és megmutathassa kultúrájának értékeit. Ebben a rohanó világunkban nagyon fontos az, hogy a Bukovinai Székelyek képviselői, népdalénekesek, mesemondók és egyáltalán az utánpótlás megismerhesse a Bukovinai Székely kultúrát, és azt gondolom, hogy ez a ma este jó
példa arra, hogy hogyan tudjuk ezt a kultúrát, ezeket a hagyományainkat tovább örökíteni. Szegedi Dezsőnének, a szekszárdi szervezet elnökének véleménye szerint a székelység azáltal maradhatott talpon, hogy rendszeresen találkozhatott saját kultúrájának gyökereivel, és évek alatt éltette ezeket. Most már büszkén mondom, hogy hála Istennek talpra álltunk, és boldogulni tudunk, és kell, hogy tudjuk, hogy mi székelyek vagyunk. És ez nagyon fontos nekünk. Én legalábbis az egyesületen belül ezt fontosnak tartom, hogy mindenki beszéljen róla, a gyerekeinek, az unokáinak, hogy ez ahogy mondják, hogy székely nem születik, de székelység az megmarad azáltal, hogy a mindegyik, hogyha tudjuk, hogy hova tartozunk, ki az unokánk, vagy ki az ősünk. A résztvevők bepillantást nyerhettek a betelepítés és az itt élőkkel való együttélés nehézségeinek történetébe Gáspár Klára írónő művein keresztül. Az Agrárminisztérium nagyra becsüli a magyar méhészek munkáját, ami megmutatkozik abban, hogy az ágazat fejlődését számos intézkedéssel kívánjuk segíteni, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a méhészeti ágazat támogatása, illetve a méhtartási kedv megfelelő szinten tartása az agrártárca és a kormány stratégiai érdeke. A méhészek tevékenysége a nemzetgazdaság és az egész társadalom számára is rendkívül hasznos, sőt a természeti környezetünk fennmaradása szempontjából is nélkülözhetetlen, tette hozzá a miniszter. Nagy István arról is beszélt, hogy 2023 és 2027 között az ágazat a szektorális támogatás keretében a hazai forrással együtt mintegy 42,7 millió euró támogatásban részesül. 60 méter hosszú, méretarányos vasútmodellt mutattak be Sióagárdon hétvégén. A különleges alkotást egy baráti társaság tagjai készítették éveken át. A méretarányos makett beépített apró hangszorú utánozza az igazi mozdony hangját. Ezek a vasúti járművek a megszólalásig hasonlítanak azokra, amiket a való életben is láthatunk. Csak hogy a Sióagárdon összeállított több mint 60 méter hosszú pályán kizárólag modellek közlekedtek. A hétvégén bemutatott különleges alkotást egy baráti társaság tagjai állították össze. Itt a vonatok menetrendszerint járnak, az állomások egymásra kommunikálnak, a szolgálattevők. Minden mozdonynak saját mozdonyvezetője van, aki megy szépen a vonatával az asztal mellett, és akkor ő ugye a mozdonynak a vezetője. Vannak különböző fajta vonatok, tehervonatok, személyvonatok, tolatások vannak az állomásokon, minden, mint az igazi. Egy ilyen hatalmas terepasztalt összerakni évekbe telik, rengeteg tervezéssel és munkával jár, de akik egyszer belekezdenek, azt mondják, többé nem tudnak nélküle élni. Az origó mindig a szerelem. A szerelem nélkül nem működik. Kell egyfajta elhivatottság, egyfajta ismeret. De ezáltal megvan, akiben ez már csirájában megvan, ez ott van. És akkor az ember megismeri ezt a lehetőséget, mert ugye ez sem volt mindig, ez kinőtt a földből, ez egyszer csak egy magyar csapat elkezdte ezt csinálni, illetve mi később csatlakoztunk egy német, európai szintű nagy rendszerhez. A Sióagárdon bemutatott terepasztalt két napig tekintették meg ingyenesen az érdeklődők. A belügyminisztérium virágos önkormányzatért díját nyert el Szekszárd a 30 ezer fő fölötti városok kategóriában. A díjat a Virágos Magyarország verseny országos gáláján Dukai Miklós önkormányzati államtitkártól vehette át Gyurkovics János alpolgármester. Idén csaknem 10%-kal drágulhatnak a karácsonyfák tavalyhoz képest. A kereslet háromnegyedét fedezi a belföldi termelés, közölte a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezete. Magyarországon a karácsonyi fenyők 600-700 családnak biztosítanak megélhetést, körülbelül 3000-3500 hektáron. A termelő terület hosszú ideje nagyjából változatlan. A fenyőfák karácsony előtti forgalma 1,8-2 millió darab, csak nem a negyedük külföldről érkezik, de Magyarországról is szállítanak a környező államokba. Belföldön a normann és az ezüstfenyő egyre keresettebb, a lucfenyő népszerűsége viszont csökken.
A szegények és gyermekek pártfogójára Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán. Az ünnepi szentmise része volt a tolnai Caritas csoporttagok fogadalmának megújítása, illetve az Erzsébet cipók megáldására is sor került. November 19-e Erzsébet nap, így Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Az ünnepi szentmisén a Mözsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Akikkel megtaláltunk egy hangot, egy összhangot, és ők is évek óta segítik, támogatják ezt az ünnepünket, és azt gondolom, hogy éppen talán rajtuk keresztül is többen vannak jelen, mint máskor. Az Isten tisztelet része volt a Caritas tagok fogadalmának megújítása is. Egy ilyen este lesz, amiben Caritas tagjainknak a ígéret megújítását is sorra vesszük, és nem elfelejtve aztán a már a oltár elé kitett Erzsébet cipók megáldását is majd megtesszük, amit nyilván majd kiosztogatunk így megáldott módon. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott, többek között menedékhelyet nyitott gyermekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttéért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. Regionális híreink következnek. Pécsvasasról érkezett, 12 méter magas, felállították a mindenki karácsonyfáját a Baranyai megye székhelyen. Fenntarthatóság, környezettudatosság, használt sütőolajat gyűjt a Pécsi Egyetem a zöld gondolat jegyében. Népszerűsítették a hazai mézet, édes reggelivel várták a gyerekeket Siófokon. Felállították a mindenki karácsonyfáját a pécsi főtéren. Idén is lakossági felajánlásból került a helyére a fa. A Széchenyi tér adott hont az adventi vásárnak, ezért még az árusítóhelyek kiépítése és a szükséges átalakítások előtt szerették volna a fenyőt a helyén tudni. A díszítését a következő napokban kezdik meg. Rendőri felvezetéssel érkezik a mindenki karácsonyfája pécsi Széchenyi térre péntek délelőtt. Egy vasasi család ajánlotta fel a fenyőt erre a célra. Ez 21 évvel ezelőtt itt tette a lányom, meg a bőm, és azóta a kertünk dísze volt. Hát nagyon sajnáljuk, de kinőtte most már a kertünket, vagy illetve az udvarunkat, és így fölajánlottuk a városnak, hogy nem csak mi, hanem a város gyönyörködjön benne. Szerintem ez a fának a legszebb története. Ezt mondta a felajánló családból a nagymama, aki a téren nézte végig, hogyan kerül a helyére a fa. A látványa a járókelőket is megállította, a gyerekek ámulva nézték a fenyőt. Izgalmas dolog ez az egész, meg hát a karácsony is már közel van, és nagyon várom. Mondta a 10 éves Berta Luisa. A fenyőt daru emelte a helyére. Ez a legkritikusabb rész, hiszen eltörhet a fa, ezért különleges módon biztosították a szakemberek. Most is van ilyen veszélyfaktor, hiszen a fa nagyjából a magasságának a felétől több felé ágazik, és mindenféle ilyen stabilizáló szerkezetet kellett beépíteni a koronájába, de a kidaruzással nem, semmi probléma nem volt, most a felállításnál majd újra ellenőrizzük ezeknek a eszközöknek a helyzetét, és akkor minden rendben van, akkor nem lesz gond. A 12 méter magas mindenki karácsonyfája végül minden gond nélkül a helyére került a Széchenyi téren. A díszek várhatóan a következő hét szerdájáig kerülnek fel rá. Közben az adventi vásárhoz árusítóhelyeket is megépítik körülötte, így egy hét múlva már teljes ünnepi díszben várja a pécsi főtér a látogatókat.
Kilépett az egyetem az intézmény falai közül Pécsett. Novembertől több gyűjtőszigetet állítottak fel a Baranyai megyeszékhelyen, hogy az egyetemi polgárok mellett a városban élőktől is begyűjtsék a használt sütőolajat. Mint mondják, a zöld gondolat, a fenntarthatóság ma már alapérték náluk. Ezért igyekeznek olyan programokat megvalósítani, melyekkel minél hatékonyabban szolgálhatják a környezettudatosság terjesztését. Használt sütőolaj gyűjtő pont olvasható a táblán. Ilyen sárga gyűjtőedényeket tett ki a Pécsi Egyetem a Baranyai megyeszékhelyen. A fenntarthatóság a környezet védelme jegyében kiléptek az egyetem falai közül ezzel a kezdeményezéssel. A lakosságtól is várják ide a használt sütőolajat. Egy csepp használt étolaj az akár 1000 liter élővizet is megszennyezhet. A szennyezésen kívül pedig a dugulások elkerülése is ezáltal könnyen megvalósítható, hogyha a gyűjtőkbe helyezik el a lakosok, úgyhogy mindenkinek ezt javasoljuk. November elején 21 gyűjtőpontot helyeztünk ki, és 21 gyűjtőponton elérhetők ez a lehetőség. Pécsett 17 helyszínen lehet megtalálni a gyűjtőedényeket. Ezekről egy térképet is készítettek, amit a Zöld Egyetem oldalán találnak meg az érdeklődők. A használt sütőolaj feldolgozását egy céggel végzik el. Itthon is történik egyébként ennek az olajnak a feldolgozása, nem csak magának az olajnak, amire egyébként bioetanol lesz, de még a gyűjtőknek is, hiszen ezeket jellemzően műanyag edényekben várjuk, úgy a lakosságtól, mint a munkatársainktól, és ezeket az edényeket is feldolgozzuk. Úgyhogy ilyen tekintetben az egész folyamat a környezettudatosság köré épül. 25 forintot fizet az összegyűjtött sütőolaj kilójáért a cég, amit eseményekre, szemléletformáló programokra fordít majd a PTE Zöld Egyetem program. Az egyetem zalaegerszegi, szombathelyi és szekszárdi telephelyein is kitettek olyan gyűjtőedényeket novemberben, mint amilyeneket Pécsen 17 helyszínen találnak meg. Az intézmény célja, hogy a fenntarthatóságot segítse. Ezt szolgálja a használt sütőolaj visszagyűjtése is a háztartásokból. Mézes reggelivel várták a gyerekeket a siófoki Beszédes József általános iskolában. Az európai Mézes reggeli program 2007-ben indult Szlovéniából. A kampányhoz hazánk 2014-ben csatlakozott. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a mézfogyasztás előnyeire és a méhek védelmére. Minden a mézről és a méhekről szólt péntek délelőtt a siófoki Beszédes József általános iskolában. Szeretem, így finom. A siófoki kisiskolásokat mézes 10 óraira várták. A gyerekek nem csak az iskolában, hanem otthon is szívesen fogyasztják a napsárga nektárt. Kenyérhez, meg a teához. A siófoki Beszédes József általános iskola is része volt a Legyen minden nap mézes nap kampánynak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a méhek védelmére, és népszerűsítse a mézfogyasztást. Mint a siófoki eseményen elhangzott, az Európai Mézes Reggeli Programban ezen a héten több mint 800 iskolában, óvodában közel 170 gyermek kóstolta a mézet hazánkban. Méhek nélkül nincs élet. És azt, hogy a mostani generáció, a fiatalok mit gondolnak a mézről és a méhészeti szakmáról, ez lesz a mi ágazatunk jövője. Minél több mézet szeretnénk, és el kell adnunk idehaza. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb import mézet fogyasszanak a gyerekek. Az Európai Mézes Reggeli Program 2007-ben Szlovéniából indult, a kezdeményezéshez hazánk 2014-ben csatlakozott. Magyarországon mintegy 20 ezer méhész közel 1,2 millió méh családot gondoz. Munkájuk eredményét az egészséges, finom magyar mézet kóstolták a gyerekek. Mint azt Nagy István agrárminiszter elmondta, a mézfogyasztás népszerűsítésének már vannak eredményei. Amikor elkezdtük, ilyen 50 és 70 deka volt az egyfőre eső mézfogyasztásunk, és hála Istennek ma már elhagytuk az 1 kilogramot. És az a célunk, hogy egy újabb 5 éves tervet, ha kitűzzünk magunk elé, akkor az európai átlagot, az másfél kilogramos per fős fogyasztást szeretnénk elérni mézből.
és ez nagyon optimális és ideális is lenne a magyar méztermés mennyiségét alapul véve, és az, hogy az egészségünket és természetesen a környezetünket hogy tudjuk ezzel védeni. A siófoki kisdiákok nem csak műsorral, hanem alkotásokkal is készültek a mézes programra. A legjobb munkák készítőit ajándékkal, a többi között mézzel is jutalmazták. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Prima Primissima 17. alkalommal adták át az elismeréseket. Élelmiszerrel segítik a rászorulókat, 2 tonna lisztet osz szét a Máltai Szeretetszolgálat bonyhádi csoportja. Székely est Szekszárdon a 4 csoport kulturális értékeit mutatták meg a résztvevők. Különleges vasútmodell, 60 méter hosszú és évekig készült a Siógárdon bemutatott terepasztal. Kedden napközben mediterrán ciklon húzódik fölénk, délelőtt párásság, ködfelhőzet ígérkezik. A déli órákhoz közeledve az ország délnyugati harmadán elered az eső. Késő délután este az ország nagy részén esni fog. Éjszaka marad a borús, csapadékos időjárás. Szerte az országban eshet több-kevesebb csapadék, de a Dunántúlon valószínű a legtöbb. A nyugati, északnyugati megyékben, illetve az északi középhegység térségében havas eső, hóesés valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!